Hamarosan utalják, illetve kézbesítik az emelt összegű nyugdíjat. A kormány a háborús infláció miatt döntött úgy, hogy a januári 5 után júliusban újabb 3,9%-kal emeli meg a nyugdíjakat. A több pénz januárig visszamenőleg jár, és a 13. havi nyugdíjat is érinti. Így aki átlag nyugdíjat kap, csak nem 50 ezer forinttal több pénzhez jut most, mint júniusban. Csokolom, Katika, postás vagyok, meghoztam a 13. havi nyugdíjat. Köszönöm. Nem is olyan régen, februárban készültek ezek a felvételek, amikor több mint 10 év után újra megkaphatták a 13. havi nyugdíjukat az idősek és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők. Azt megelőzően évelején már 5%-kal növelték a nyugdíjakat. Azért ennyivel, mert amikor erről döntöttek, ekkora mértékű inflációval számolt a kormány 2022-re. Jó napot kíván! Csak hogy február 24-én kitört az orosz-ukrán háború, a vártnál jobban kezdtek emelkedni az árak, nem csak nálunk, hanem a világban szinte mindenütt. Ezért a kormány úgy döntött, hogy január után, júliusban megemeli az ellátás összegét. 3,9%-os nyugdíjemelés lesz, további 3,9%-os nyugdíjemelés lesz július elejétől. Ezt április végén jelentette be Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter, aki hangsúlyozta, a kormány kiemelt feladatának tekinti, hogy gondoskodjék a nyugdíjak értékállóságáról. Tálai András, a pénzügyminisztérium államtitkára pedig arról tájékoztatta most az MTI-t, hogy mintegy 2,5 millióan összesen 184 milliárd forint plusz pénzt kapnak a következő napokban. Az átlag nyugdíj az jelenleg 161 ezer forint, ez 6 ezer forinttal fog emelkedni. A szakértő szerint, mivel az emelés januárig visszamenőleg, tehát az elmúlt 6 hónapra is jár, és már a 13. havi ellátást is érinti, így aki átlag nyugdíjat kap, az júliusban az emelt összegű 167 ezer forintos juttatás mellett még 42 ezer forint plusz pénzhez is hozzájut. Novemberben újabb emelés várható, hiszen az évelei 5, illetve a mostani 3,9, azaz összesen 8,9%-os emelésnél nagyobb lesz az idei infláció mértéke. Például a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi előrejelzése 12,6%-ot jelez előre, akkor a 12,6 és a 8,9% különbségével ismételten megemelik majd a nyugdíjakat novemberben. Ha ez a prognózis jönne be, akkor ez egy 3,7%-os újabb korrekciós emelés jelent a nyugdíjasoknak novemberben. A miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban újból megerősítette, hogy a kormány továbbra is Magyarország és a magyar emberek érdekeit tartja a legfontosabbnak. Amire vállalkozni tudunk ma jól elismerte és őszintén, az az, hogy megvédjük azt, amink van. Teljes foglalkoztatást, családtámogatási rendszert, rezsicsökkentést és a nyugdíjakat. Ha ezeket meg tudjuk védeni, akkor Magyarország már nagyon nagy teljesítményt tett le az asztalra. A legtöbb ország erre most sem képes és nem lesz képes a jövőben sem. Az emelt összegű nyugdíjat az eddigieknek megfelelően 12-én utalja a kincstár, aki postai úton kapja meg a pénzt, annak a szokásos naptári napon viszi ki a postás.